Műanyag szemetes zsákokkal van tele a természet Szekszárd határában. A jelenség nem egyedülálló, az önkormányzat évről évre több 10 millió forintot költ az illegális szemétlerakók felszámolására. Most az Innovációs és Technológiai Minisztérium tendere teheti hatékonyabbá ezt a munkát. A város ugyanis pályázott egy környezetszépítő programra. Az önkormányzat kettő célterületre pályázott, egy az illegális hulladéklerakók, és a másik része, hogy az illegális hulladék lerakókat figyelő kamerarendszer, ebben van 3 kamera, ami meghatározott, csak erre a célra lehet felhasználni. A szeméthalmok felszámolására így 19, míg a kamerarendszer kiépítésére 3,5 millió forintot nyerhet az önkormányzat. De további forráshoz is juthat a város, mert ugyanerre a pályázatra a helyi vagyonkezelő cég is jelentkezett. A vagyonkezelő is pályázott a kettes célterületre, az illegális hulladéklerakók megszüntetésére 10 millió forint összegben. Hát nagyon nagy segítség lenne, nagyon-nagyon jó lenne, hogyha nyernénk, mert akkor ebbe is előre lépést tudnánk tenni. Szekszárdon egyébként az önkormányzat az elmúlt hónapokban egyre nagyobb figyelmet fordít az illegális szemétlerakók felszámolására. A város támogatásával például nemrég megalakult a helyi hulladékkommandó. A hulladékkommandó az elmúlt időszakban több mint 80 illegális szemétlerakót fedezett fel a Tolnai megye székhelyén.